most az öreg asszony barátnői, de fogsz meg bulizni? Na, mit fog csinálni, hogy öreg asszony leszel, amit mondasz? De bulizni, meg jó sokat dumálni. Hol? A padon. Otthon. Kint a padon. Otthon magadban fogsz beszélgetni? Igen. Nem fogom magamban beszélgetni. Csak öreg asszony leszek fölá. Hát de most sokat beszélsz. Fölülök a fejemre. Igen. És akkor ott dusolgattam, hogy úgy bulizok. Igen. Fogod nézni majd a Bened bácsit. Tényleg. Többi öregasszonya iszátok a pálinkát majd. Biztos. Ez nem kaboly dolog. Mert el lesz dugva a szoknya alá. Hoppa. Nem igaz. Akkor mit fogsz még csinálni öregasszonya? Hát mindenhova elmegyek, ahogy a mamáik is elszoktak. Kirándulni? Igen. És mindig ilyen újságokat nézek, meg új szemcsiket használom, szívesen, de legfőképp sok ezeket. És csinálok az unokámnak mindig szivárványt estére, vacsorára, szivárványpitét. Az már az meg milyen? Nem tudom, milyen egy szivárványpite. Hát én már láttam egy kis üteményt. És akkor olyan színes habból megcsíkozzuk, mint egy szivárvány lenne. Aha. Az a szivárványpite. Hát ilyet nekünk is csinálsz. Tényleg, na holnap csinálsz nekünk is ilyet. Na, ilyen nem csinálsz. Kismalac. Nem vagyok kismalac. Hanem, még csak azt fogom csinálni. De, hogyha azt mondjátok, hogy szerelni fogok, én nem fogok szerelni. Mert az öreg nyanyák sohasem szerelnek. Aztán, hát azt az öreg papák szoktak. Ja. Majd a Bened bácsi. És ki lesz az öreg papa? Nem tudom, hogy talán én. Talán te. Én mind a kettő leszek. Vagy persze, aki tükörben néz. Az látja magát, egy öreg asszony. Fine. Szóval csak ezt tudom a véleményemre elmondani, hogy milyen jó öreg asszony lennék. Jó. Na, köszönjük szépen a interjút. Sziasztok!